Mindig nagyon örülünk, amikor anyaországi előadó művészek is betérnek hozzánk a stúdióba. Sok szeretettel köszöntjük Lévai Enikőt, a Budapesti Operetszínház primadonnáját. Szia, Enikő! Szervusztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi is örülünk. Először jársz Erdélyben. Így van. Milyen az első benyomás? Hogy fogadott a közönség? Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Nagyon lelkes a közönség, nagyon kedvesek és barátságosak az emberek, nagyon nyitottak, úgyhogy én nagyon-nagyon kellemesen érzem magam. Mit jelent amúgy számodra a színpad? Hát a színpad számomra kiteljesedést jelenti, egyenlő az élettel, ha szabad ezt mondanom, mert nagyon szeretem azt, hogy sokféle karaktert megjeleníthetünk a színpadon, és ezáltal nagyon sok élethelyzetbe, életszituációba belekerülhet az ember úgy, hogy esetleg nem éli át, de ugye megformálhatja a karakterek által. Úgyhogy én nagyon szeretem, hogy mindig megújulást és mindig más életszituációt hoz. Az első operett szereped a Marica grófnő. Miben más számodra az opera, az operett? Azt gondolom, hogy az operett az egy komplex műfaj. Tudni kell táncolni, énekelni és prózai színészként is előadni. Igen, ha valamelyik kibukik, akkor lebuksz rögtön. Így van, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz és pont ezért egy nagyon szerethető műfaj. Az opera a szívem csücske, és örökre az marad, de nagyon szerettem az operetben, hogy lehet játékos, lehet többféle egy karakter, nem konkrétan csak egyféle. Tehát, hogy nagyon sok színt lehet előadni az operettekben. Úgyhogy számomra ezt jelenti az operett. Opera énekesként kezdtél, ugye? Tervezed amúgy, hogy visszatérsz az operához? Igen, szeretnék visszatérni az operához is, de az operettet azt szeretném mindenféleképpen továbbvinni. Tehát annyira szerves részévé vált az életemnek az operett, hogy már nem tudnám elképzelni nélküle az életet. Hogyan készülsz fel egy-egy előadásra, fellépésre, akár próbafolyamatra? Hosszú próbafolyamatra sajnos nincs időnk sosem, de én nagyon sokat készülök, énektechnikailag képzem magam, folyamatosan énekórákra járok, emellett beszédtechnikailag is, tehát egy-egy előadásra, amiben esetleg több prózai jelenet van, színészként is próbálok felkészülni a lehető legmaximálisabban, és emellett még pluszba ugye a táncjelenetek miatt, mert hiába egy igaz, az operett előadásokban általában a szubrettek szoktak táncolni, ugye a táncos komikus pár, de a primadonnáktól is ma már elvárás az, hogy tudjanak táncolni a színpadon, és ne csak kettőt jobbra, kettőt balra lépjenek. Úgyhogy tánc szempontjából is próbálok felkészülni, és nekem külön nagy öröm, hogy ugye a férjem koreográfus Lénárt Gábor. És erős vagy. Igen, köszönöm. És ezért ugye nekem akad lehetőségem arra is, hogy esetleg az ő segítségét kérjem, és így ki tudjuk egészíteni egymást nagyon, úgyhogy sokszor segít a felkészülésben. Hogyan éli amúgy a mindennapjait egy operett énekesnő? Vagy különösen odafigyelsz? Gondolom, oda kell figyelned az egészségedre, nem? Hiszen a testünk az eszközünk, az eszközötök, és vigyázni kell rá. Így van, ez teljes mértékben igaz. És nem csak a testünk, hanem ugye a hangunk, a szellemi és fizikai állapotunk is. Mindegyiknek teljesen épnek kell lennie, mert nyilván, ha a színpadon ugye egy előadásban részt veszünk, és egy karaktert megformálunk, mind pszichésen ott kell lennünk, mind lelkiekben, mind fizikailag, és ha egy picit fáradtabbak vagyunk, a közönségnek akkor sem szabad ezt észrevennie rajtunk. Úgyhogy mindig próbálom a maximálisat teljesíteni, ami tőlem telhető, annak ellenére is, hogy mikor esetleg valami rosszabb történik az emberrel, a színpadon akkor is tudnunk kell akkor és ott csak a színpadon jelen lenni. Csak abban a karakterben, csak abban az előadásban. Tehát olyankor meg kell próbálni a
mindenfajta magánélet és mindenféle problémát félretenni. Kint kell vegyél csomagot. Így van. A fogáson a kabátot. Szigorú vagy magaddal szemben? Nagyon. Nagyon szigorú vagyok, és nagyon sokszor elégedetlen. Tehát amikor egy-egy felvételt, vagy egy-egy hangfelvételt, vagy filmfelvételt látok magamról vissza, akkor általában azt nézem, hogy mi volt az, amiben lehettem volna még jobb, amit lehetett volna másképp csinálni, vagy amit még meg lehetett volna formálni másképp, vagy egy hangsúly, vagy egy pont, vagy egy kérdőjel, vagy egy végszófeldobás. Tehát nagyon-nagyon-nagyon maximálisan szeretnék a legjobban teljesíteni, ami egyébként nagyon nehéz. Rossz visszanézni magunkat, nagyon sokan nem is szeretjük, viszont így tanulságos. Van. Így van, uh-huh. így van. Én pont ezért az énekóráimról is szoktam hangfelvételt készíteni, uh-huh. hogy halljam, hogy az énekórákon mit csinálok másképp. Uh-huh. Mert ugye, amikor énekelünk, akkor magunkat belülről teljesen máshogy halljuk. Tehát szükséges egy külső kontroll ahhoz, hogy... És persze ebben teljesen a bizalmunk az énektanárban kell, hogy megleljük, mert ugye a visszajelzés tőle nagyon fontos, hogy mit csinálunk jól és mit nem. Még a beszédhangot is másként halljuk. Igen, igen. Én akkor először hallottam magam, nem, ez nem az én hangom. Igen, igen, én is így. Én is így érzem magam sokszor, úgyhogy... Mesélj nekünk arról, hogy melyik szerepedre vagy a legbüszkébb, vagy melyik az, amire nagyon szívesen visszaemlékszel? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy igazából mindre, tehát, hogy most ez, az kell, hogy mondjam, ez azért nagyon jó kérdés, mert valami miatt mindre egy picit büszke vagyok, uh-huh. de valami miatt mindegyik nagyon fontos számomra, mert mindegyikben volt olyan, amiben azt éreztem, hogy hol ének technikailag, hol színészileg, hol játékban érhettem el fejlődést, vagy volt olyan darabom, amihez kötődött rendezői koncepció és rendezői hozzáértés. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy a rendezővel való kapcsolatom volt olyan közeli, hogy némelyik darab ezért nagyon fontos számomra, vagy némelyik darab azért nagyon fontos számomra, mert a színészekkel, a partnereimmel olyan közös, olyan kapcsolat alakult ki ahhoz a darabhoz kötődően, hogy nagyon emlékezetes számomra. Tehát igazából mindegyik nagyon fontos. Nyilván vannak olyanok, amik maga a szerep kedvéért nagyon fontosak számomra, ilyen a Marisza grófnő, ilyen a Csáres királynő Szilviája, de van olyan darab, ami például nálunk kis színpados előadás, a Lili bárónő, és ott számomra azért nagyon fontos az a darab, mert egy olyan csapat, olyan kollégákkal és olyan partnerekkel játszhattam együtt, mint Lehocki Zsuzsanna művésznő. Tehát... Vagy példa, és ugye itt a Liliben, kiegészítem, bocsánat, a Liliben például a közönség annyira közel ül hozzánk, annyira egy intim szféra van a levegőben, hogy az egy olyan hangulat, amit az ember nem tud elfelejteni, és nem is akar. Nyilván egy nagy színpados előadás az teljesen más. Ott meg azért különleges, mert nagyon sok embernek játszunk, és nem mindig kicsiben, tehát nem elég sokszor a kis játék, a kis mimika, hanem nagyban kell játszani. Úgyhogy mindegyik előadásom nagyon fontos számomra. Érintetted, hogy időközönként a kollégák, időközönként a végtermék, és erről mi is sokszor szoktunk beszélgetni színházi emberek, mert van például olyan kollégám, aki kimondottan a próba folyamatot szereti, és vagy sokkal jobban szereti, mint az előadást. Általában a taps miatt, vagy az elért eredmény miatt dolgozunk, de van ilyen is. Így van, így van. Én egyébként nagyon szeretem a próba folyamatokat, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy később az előadásban mit tudunk kihozni a darabból. Tehát volt nem egy olyan érettségi fokozata egy-egy próba folyamatnak, ahol például, amit már az imént említettem, hogy egy rendezővel volt szoros kapcsolatom,
Ilyen például a játszottuk a Szibilt, és a Szabó Máté rendezte, és volt egy darab olyan mondata, ami rám olyan nagy hatással volt, hogy aztán teljesen megváltoztatta az én elképzeléseimet a színészi játékról. Tehát ezek szerintem nagyon-nagyon fontos momentumok egy énekesnő, vagy egy színész, vagy egy előadó művész számára. Vagy említhetném Bozsik Ivettet, ő is egy olyan rendezőnő, aki olyat tud kihozni az emberből, amire sokszor maga nem is gondolja, hogy benne van. Úgyhogy ezért én nagyon szeretem a próba folyamatokat is, és aztán azt is nagyon szeretem, amikor egy előadás időközben érik meg. Tehát nekem is ugye megtörténik a premier, de aztán ahogy elkezdjük játszani, ahogy elkezd a közönség is, ahogy nézi az előadásokat is, elkezd fejlődésen keresztül menni, azaz egy érési folyamaton átmenni az előadás oda, aztán ahogy már kifor, azért ezek a szép pillanatok a színházban. Hogyha épp nincs színház és színpad, akkor mi az, ami feltölt? Ez nagyon vicces, mert én imádok zenét hallgatni. Tehát nagyon sokan azt mondják, többek között a férjem is, hogy hát nem hallgatok egész nap elég zenét, meg nem csinálom, tehát hogy nem fáradok el. Nem, imádok zenét hallgatni, mindenfélét. A klasszikus zenét, a jazz, a populáris zenét. Nagyon feltölt. Azt gondolom, hogy amilyen zenét hallgatunk, nagyon sokszor az embernek a hangulatát is meg tudja határozni. Uh-huh. És ez velem is így van. Egyébként imádok főzni, nagyon szeretek, nem mondom, hogy tudok, de nagyon szeretek. Nagyon szeretek főzni, nagyon szeretek a természetbe járni, tehát a természet az egy külön feltöltődés számomra. Sajnos ritkán adatik lehetőségem arra, hogy kimozduljak, mert mint ahogy beszéltünk már az egészségről, sajnos nagyon érzékeny vagyok, tehát hamar meg tudok fázni, és ugye emiatt kevésbé merek kimozdulni, főleg amikor egy kicsit hidegebbre válik az idő. De emellett azt gondolom, hogy edzeni kell nekem is magamat, hogy ki kell többször mozdulni a friss levegőre, mert az ad előtt. És természetesen a testi fittségemet azt is karban kell tartani, tehát a sportolás az nagyon fontos. Köszönjük egyelőre, de kérlek, még maradj velünk. Köszönöm. Újra köszöntjük Léva Jenikőt, a Budapesti Operett Színház énekesét. A primadonnáról már nagyon sok mindent megtudtunk, de mi arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen Enikő. Tegyük fel most, hogy egy teljesen izolált szigetre tudnál menekülni, és akkor kérdezzük, hogy melyik lenne az a könyv, CD, vagy esetleg bakerit lemez, amit mindenképp magaddal vinnél, és miért? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én az az igazság, hogy sokat vagyok egyedül, úgyhogy én nem szívesen mennék egy ilyen szigetre. De ha elmennék, és saját szigetem. Így van, megvan a saját szigetem, de ha elmennék egy ilyen szigetre, akkor mindenképpen klasszikus zenét azt vinnék magammal. Valamiért éreztem, hogy egy CD-lemez játszó lenne. Hát mondjuk az van. Azt oda valahogy oda tesszük. De mondjuk, nagyon szeretem Michael Jacksont, tehát hogy őt is egy kultikus embernek gondolom. És ezen kívül könyveket mindenfélét szeretek, tehát nem tudok egyet kiemelni, mert azt gondolom, hogy akkor kicsit, tehát nem tudok beskatujázni. Nagyon szeretek verseket olvasni, és szeretem, ha van rá lehetőségem, akkor előadni is, amit azt gondolom, hogy egy verset jól elmondani, talán a világ legnehezebb dolga. Az egy egészen megfoghatatlan művészet amúgy. Így van. Azt gondolom, hogy nagyon, tehát a verseket manapság azt érzem, hogy egy kicsit háttérbe szorultak, de
annyi mindent adhat egy vers egy embernek, annyiféle gondolatot, annyiféle hátteret megvilágíthat az embernek, vagy akár egy könyv. Akár, ugye szokták mondani, hogy ahova nem tudunk eljutni, a könyvek által oda el tudunk. És ez tényleg így van. Ha az embernek van fantáziája is, és gondolatai, annál nagyobb tér és annál nagyobb világ szerintem nincs. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni, mert... Bajban lennék, így van. Így van. Ki volt az első énekhang, ami úgy erősen él az emlékezetedben? Hú! Énekhangot nem tudok mondani, viszont egy színházi élményt tudok mondani, mert általános iskolában elvittek minket egy előadásra a Debreceni Csokonai Színházba, és arra emlékszem, hogy Mozartot játszottak. Tehát Mozart, én úgy emlékszem, hogy a Figaro házassága volt, de konkrétumot nem tudok, csak arra emlékszem, hogy ez volt, és az nagyon megfogott. Úgyhogy arra emlékszem, hogy az nekem nagyon, nagyon sokat jelentett. Kicsit ott volt a pályaválasztásban? Ez az első élmény? Szerintem igen, bár anyukám azt mondta, hogy 6 évesen azt mondtam, hogy énekesnő leszek. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy a zene az egész életemet végigkövette. Uh-huh. Tehát tényleg még óvodáskoromban is zenei csoportos voltam. Uh-huh. Onnan zenei általános iskolában folytattam a tanulmányaimat, csellóztam 6 évig, úgyhogy nagyon, nagyon fontos a számomra a zene. És természetesen, ami a zenével együtt jár, a közösségi élmény. Uh-huh. Tehát szerintem ez volt, ami engem a zene és a pálya fele sodort. Milyen korban élnél a legszívesebben? Hú, hát természetesen a gyönyörű ruhák korában. A gyönyörű nagy ruhák korában. Nyilván a színház hozta magával azt, hogy azért az estéket, a báli ruhákat, ezeket nagyon szeretem, tehát ezektől nem tudok. Így van. Barokk, romantika. Így van, barokk, romantika, igen, ezeket nagyon szeretem. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy én szeretem, hogy most élünk, tehát hogy ebbe a korba születtem. Persze több kort látok, ami mint nő megfog, vagy a divat, vagy az akkor éles stílus miatt, de azt gondolom, hogy most egy olyan korban vagyunk, ahol éppen jókor, jó helyen. Tehát nyilván van egy olyan elgondolásom, hogy nem hiába születtem ide és most, ekkor és most. Tehát biztos, hogy van valami oka annak, hogy itt vagyok. De azért egy kicsit jó lenne kipróbálni. Igen, igen. Igen. Mondjuk, hogyha lenne 3 személyiség, híres személyiség, akivel találkoznál, akkor ki volna az? Lehet élő, vagy lehet olyan is, aki már mondjuk elhunyt? Hát egy valakit ki tudnék emelni. Michael Jackson? Nem, ővel is szívesen találkoznék, de Luciano Pavarottit, uh-huh. ő vele mindenképpen szeretnék találkozni, és nagyon sajnálom, hogy nem láthattam élőben, uh-huh. mert nagyon nagyra tartom az ő munkásságát, és az ő személyiségét is. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó törekvése volt, hogy az emberekhez közelebb hozza a klasszikus műfajt, azáltal, hogy a populárisabb műfajbeli partnerei és kollégáival közösen összefogott, és próbálta ötvözni ezt a műfajiságoknak a keverését, mert így egy kicsit kapunk ebből is, egy kicsit kapunk abból is, és azt gondolom, hogy így mindenkinek élvezhetővé vált az, hogy tényleg a klasszikus műfajból is kapott egy kis ízelítőt, de mindeközben már a mai kornak megfelelően közelebb tudta hozni a populáris egyveleggel ezt a klasszikus műfajt. Gondolom ez azért fontos számomra, mert mint ahogy az operettre is azt szokták mondani, nem általánosítok, vannak, akik azt mondják, hogy egy avittabb műfaj és egy régi kornak a
a műfaja. Én azt gondolom, hogy olyan, hogy avit nincs. Vagy olyan van, hogy jó zene, vagy rossz zene. Vagy én azt gondolom, hogy az embereknek inkább vagy az van, hogy nem ismerik, valamit nem ismernek úgy, vagy nem éppen jókor talált meg valakit valami, valamilyen zene. És azt gondolom, hogyha az operett is egy az operettnek szerintem nincs a világon olyan, tehát biztos vagyok abban, hogy valaki valamilyen formában biztos, hogy hallott már egy Terongyos életet, vagy egy Ringo Válú Csengeri violámat, vagy tehát valamilyen zenei foszlány biztos, hogy ismer az operettből. És ha egyszer az ember ezt meghallgatja, akkor én azt gondolom, hogy utána igenis dúdol bele. És arra nem lehet azt mondani, hogy régi Sosdi, mert nem. Csak nyilván megvan az a feladata a mai kornak, hogy mai kornak is megfelelőként tudja előadni. Mert ugye mondhatnánk, az opera is régen íródott, tehát hogy, és mégis mai napig nagyon sokan szeretik. Na miért? Hát nyilván azért, mert új előadó művészektől hallják, másféle köntösben, másféle előadásban, másféle rendezésben, és azt gondolom, hogy ez mindenkorban megállja a helyét. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy az emberekkel megismertessük, és nyilván főleg a fiatalokra gondolok itt, a felnövekvő nemzedékre, hogy ha ők is megismerik ezt, biztos, hogy megszeretik. És a mi feladatunk az, hogy megismertessük velük, és közel hozzuk a műfajokat hozzájuk. Hogyha leszámítanánk azt, hogy magyar ajkú énekesnő vagy, akkor van egy olyan ország, ahol szívesen élnél, amelyiknek úgy barátkozol a kultúrájával, a hangulatával? Én szeretek Magyarországon élni, úgyhogy igazából onnan nem szeretnék elköltözni, vagy máshol élni. Jó, akkor fogalmazzunk úgy, hogy egy kicsit kíváncsiskodni. Mondjuk egy évet például, hol élne szívesen. Utána visszatérsz Magyarországra. Több is van ilyen. Nyilván Párizsba például nagyon szeretnék, vagy Olaszországban. Tehát, de akár mondhatnám Kínát, vagy Japánt. A japán kultúra is nagyon érdekes számomra. De ugye, mint az előbb említettem, a színház ezért szép, mert nagyon sok darabbal eljuthatok egy kicsi szeletébe a világnak szinte bármelyik pontjára. Tehát, az első két országod ugye olyan volt, ahol él és virágzik ugye az opera, úgyhogy mindenképp úgy látom, hogy a zenéhez kötöd ugye ezt a választásodat is. Na, de még van egy kérdésünk, hogyha lenne például egy természetfeletti erőt, akkor melyiket választanád? Lehet az láthatatlanság, repülés, nem tudom, állatokkal való beszélgetés, kommunikáció, bármi. Én a gyógyítást választanám. Gyógyítás? Igen. Fizikai, lelki, vagy minden? Mindenféle. Ha lehetne egy ilyen természetfeletti erő, akkor a gyógyítás lenne. Ez szép. Igen, de sajnos nincs természetfeletti. Sajnos nincs. De jó eljátszadozni a gondolattal amúgy. De terveink vannak. Te mit tervezel, Enikő? Én tervezem azt, hogy reményeim szerint a színház megnyithatja a kapuit teljes mértékben, és új előadásokban lehet majd részem, mint előadó művész, és mint színházba járó ember is. Mert egyébként nagyon szeretek színházba járni. És teljesen, ha szabad ilyet mondanom, akkor én ilyen civil vagyok a színházban. Tehát, hogy én kifejezetten élvezem az előadásokat, ha beülök. Nem szakmai szemmel nézem, igen. Az milyen jó. Majd el kell árult, hogy csinálod. Nem tudom. Mindig nézem, figyelem. Ó, az nem jó. Én szeretek kikapcsolódni, és számomra talán ez a válasz erre, hogy ott is igazából az érdekes számomra, hogy egy új zene, egy új rendezés, egy színésznek az arca, a mimikája, hogy ő hogyan formál meg egy karaktert. Engem ezek nagyon érdekelnek, mert ugye ezek is igazából kulisszatitkok,
hogy egy-egy színész, meg nyilván itt érdekel a színészeknek például a személyisége, hogy ki egy karaktert hogyan fogalmaz meg. Tehát, hogy ez végig is ugyanaz, de tényleg ez számomra nagyon, nagyon sokat jelent, és nagyon, nagyon sokat árul el magáról a színészről, magáról az énekesről. Tehát, hogy én úgy remélem, hogy a jövőben reméljük, hogy visszatérhet a rendes kerékvágás, és újra elkezdhetünk teljes erőbedobással játszani. Hát legyen mi így. Ezt kívánunk, igen. Kitartást és sok türelmet nektek. Köszönöm szépen. Sok sikert, és gyere még hozzánk Erdélybe. Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy visszatérhetek, mert nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Köszönöm. Köszönjük.